benne vagyunk a nyárban, bőségesen, és így a grill szezonban is. Egyébként bármit el lehet készíteni kint, társasággal, a kertben, a parkban, amit bent el lehet. Talán egy kicsit még finomabb lesz, de egy biztos, hogy élménydúsabb. Jöjjön akkor egy igazi nagy sláger a Rosé Cachamel grillen. Beírdaljuk a bőrét szépen, hogy ki tudjon belőle sülni a zsír. Nagyon szép fiatal kacsa, amit itt egy helyi termelőtől szereztünk be. Mindenkit arra biztatok, hogy ezeket a nagyon finom, friss árukat, baromfi húsokat szerezze be a termelői piacon, a szomszédnál, a legközelebbi faluban egy termelőnél. Minél frissebb és minél egészségesebb legyen, közben koncentrálok, hogy szépen sikerüljön beírdalnom a bőrét. Általában az ilyen rozé húsokat, véresre sütött húsokat a férfiak szokták jobban szeretni, bár azért az én környezetemben is vannak csajok, akik nagyon-nagyon kedvelik ezt. Egyébként lehet egy picit némelyiket jobban átsütni, és akkor mindenkinek a kedvére tettünk. Ugye az a lényeg, hogy bőrös oldalában lefelé kezdjük sütni, nagyon nagy hőn. Én most már 220 fokra fölmelegítettem a grillt, egy picit besózom a húst, semmi más fűszert nem is adok a kacsához, általában csak sóval sütöm a sütőben is. Most azonban innen a bokorról vettem egy rozmarin szálat, belemártom a vajba a rozmarin szálat, és azzal fogom kenegetni. Ennyi lesz az összfűszerezése. Közben felszeretelem a paprikát és a kertben szedett hagymát, azt fogok mellé grillezni, de egy jó saláta is zseniális hozzá. Ez a nagyon friss, finom hagyma istenien grilleződik. A bőrös felével olyan 7-8 percig sütöm, utána meg fogom fordítani, és akkor a másik oldalát is 2-3 percig sütöm még, majd egyel följebb rakom, elzárom az összes lángot. Most is azt elzárom, ami fölött van, hogy ne égesse tovább, és bent hagyom még 5 percig, hogy melegedjen át. És grillezünk mellé még egy jó kis paprikát. Közben megfordítom a húst. Átteszem ide, ezt elzárom, és meggyújtom ezt az oldalát. És akkor jöhet rá egy pici olaj. Egyik paprikába beleöntöm, és onnan szét tudjuk kenni. Egy pici só, de lehet a végén borsot is tenni rá. Jöhet a hagymára is egy pici olaj. Ez az a fajta grillezés, amit csak elő kell készülni. Ha már éhes a társaság, akkor kezdünk bele. Tulajdonképpen csak az alapanyagok beszerzése és előkészítése kíván nagyobb figyelmet. Ismerjük a helyeket, hogy hol lehet jó kacsa húst venni. Na, és akkor jöhetnek föl a hagymák, paprikák, és a húsokat pedig egy szinttel feljebb rakjuk, hogy rozé maradjon, és a helyére bejönnek a zöldségek. A zöldségeket is picit megsózom, és egy 5 percig most nem nyitom ki, azért, hogy a húsban a forróság beérjen a hús belsejéig, és szépen befogadja, tartsa benne a húsnedveket. Tehát tulajdonképpen egy steak egy rozé cachamel sütéséhez tökéletes a grill, mert hirtelen kívülről megkapja a nagy hőt, bezárja a hús nedveket a húson belőre, ezért szaftos marad, nem szárad ki. Már csak azt kell megvárnunk, hogy nyugodtan, szépen eloszolhasson a húsnedv a hús rostjai között, hogy amikor megvágjuk, azonnal ne folyjon ki, hanem csak a szafttal együtt érezzük a húst.
A kacsa tökéletes nyári grillezési alapanyag. Jöjjön rá egy kis vaj most a húsra, tehát fogom a lágy vajba, beleforgatom a rozmarin szálat, és csak ennyi kis illóolajat adok a rozmarinból a húsnak, ezzel a finom vajjal, és ez jöhet rá a húsra. Meg is fordítom. Másik oldalára is egy leheletnyi rozmarin illat. És akkor most újból ezt a felét bekapcsolom, ezt a forrót ki, és átpakolom, hogy újból forrón legyenek a zöldségek is. Pár perc és tálalunk is. Egy pici pehelysóval még megszórom, őrölök rá friss borsot, és lehet is enni.